Szevasztok, itt a Fenyő Iván. Szevasztok. Beszélgessünk egy kicsit. Sokat gondolkodtam, hogy miről beszéljünk ma. És arra gondoltam, hogy beszéljünk egy kicsit az erőről. Az erőről, agresszióról, motorról, hajtóerőről. Ugye sokszor azt mondjuk, hogy az agresszió az nem jó dolog. Az agressziót ma elítéljük, az agressziót ma negatívnak gondoljuk. Azt mondjuk, hogy ne legyél agresszív. Jaj, most nagyon agresszív voltál, ez nem jó, de megint agresszív vagy. Vagy jött velem szemben egy nagyon agresszív férfi, vagy nagyon agresszív nő, vagy ne nyomjon már ennyire agresszíven. Szóval agresszív, most nem agresszívan mondom, szóval nem agresszív akarok lenni. Szóval ilyeneket mondok, hogy az agresszió az rossz dolog. A köznyelvben is már ezeket használjuk. Tisztázunk egy-két dolgot. Az agresszió az ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy kezdeményezés. Az ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy védekezés. Az ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy erő. Az ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy konfrontáció. Nem feltétlenül vitás konfrontáció, lehet békés vagy szeretetteljes konfrontáció, de konfrontáció. Az ugyanaz az az analógia, mintha azt mondom, hogy motor, valaminek a motorja, ereje, ami adja az intenzitást. Ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy intenzitás. Ugyanaz az analógia, mintha azt mondom, hogy célok, vágyak. Valahol szexualitás. Na most, ahogy Bedő Imre barátom is a férfiak klubjában mondja, ha ezt asztrológiai eszközökkel kéne mutassam, akkor ez megfelel a marsikus minőségnek. Ahogy az Imi is mondja, és ez nagyon tetszik nekem, ezt őtőle hallottam először, az igazi férfi az valahogy tisztában van azzal, hogy mi az, hogy uralt erő. Tehát amikor azt mondjuk, hogy egy férfi agresszív, vagy az agresszió nem jó, vagy akár egy nő nem jó az agresszió, egyáltalán ez a minőség, hogy agresszió nem jó, akkor ezt a minőséget, ezt a marsikus, meg amit elmondtam, ezeket az analógiákat magunkban lenyomjuk, elnyomjuk. Nem vesszük észre, hogy mi hol vagyunk adott esetben határozottak, erősek per erőszakosak, kezdeményezők, konfrontatívak, önvédelmezők, motorok, szenvedélyesek. És már pedig ez minden embernek célorientáltak, vágyaink hol vannak. Már pedig ez minden embernek, akár legyen, akár férfi, legyen, akár nő, ez a minőség megvan benne. Ha az agresszió túl van nyomva, és mondjuk megyek az utcán, és agresszívan oda megyek, és valaki pofán vágok, az nem jó. Az az agressziónak egy teljesen kontrollt vesztett, medréből kiáradó, őrült, kaotikus megnyilvánulása. Ha az agressziót magamban nem kezelem, az agresszió minőségét, és mindent, amit előbb mondtam, analógiát, az erőt, nem kezelem a védekezés, konfrontációt, nem kezelem középen, akkor meg alul fog működni. És mondjuk, hogyha betörnek a házamba, vagy engem pofán akarnak verni most ugyanaz, akkor nem tudom magamat megvédeni. Nem gondolom azt jónak, hogy magamat meg kell védeni. Nem vagyok képes rá magamat megvédeni. Na most, mi tartozik például ide? Immunrendszer. Nem tudom megvédeni magam. Az immunrendszer az összes vírus és betegség ellen, az is ugyanez az analógia, az is marsikus. Magyarul az immunrendszer jó dolog vagy rossz dolog? Hát az nem egy jó dolog, az kell. Magyarul ez a fajta minőségünk, ez kell. Nem véletlenül van. Ha ez túlburjánzik, kaotikussá válik, kezeletlen, nem tudom kordában tartani, legyek akár férfi, akár nő, akkor ez rossz. És erre mondjuk azt, hogy jó, ez agresszív. De az nem ugyanaz a szó.
Kezeljük jól. Az agresszió az egy létező, fontos és szükséges dolog. A túláradó, kezeletlen, kiáradó, kaotikus agresszió, ami irányít minket, ami eluralkodik miatt, felettünk vagy rajtunk, az nem jó. Azzal nem jó. De az sem jó, ha a saját agressziónkat adott esetben lenyomjuk. Nem védjük meg magunkat. Nem konfrontálódunk békésen és szeretettel, de egyértelműen és határozottan, akkor, amikor kell, a helyén. Ha nem védekezem például, és nem kezelem a konfrontációt, az önvédelmet, akár immunrendszer értelmében, akár máshogy a helyén, akkor lehet az, hogy kirobbanhat egyszer csak belőlem, rossz helyen, rossz időben, rossz mértékben, és az is lehet, hogy olyan támadásokat szenvedek el, amikre nem értem, hogy miért vannak. Vagy nem tudom megvédeni magam, akár egy vírussal, kórokozóval, vagy egy emberrel, embercsoporttal, vagy bármilyen számomra negatív dologgal szemben. Tehát a védelem, a bőr, tehát ott is van egy, a határ az egy más kérdés, most már be akartam volna belemenni, de a határ védelem, a védekezés, a konfrontáció, ugye valami nekem nem tetszik, és elmondani, hogy ne arra, hogy ez nem tetszett nekem. Csak azért hívtalak, hogy elmondjam, hogy tudod, amit tegnap csináltál, vagy amiről most beszéltük, az nekem nem tetszik. Én ezt is ezt éreztem. Én ezt nem szeretném. Légy szíves, hagyd mondjak erről egy pár mondatot. Tehát az tulajdonképpen mi? Az egy magamat védő, magamért szóló, magamat védekező, normális, békés, szeretettel teli, oldjuk meg, de konfrontáció. Vagy hogyha azt mondom, hogy figyelj, én más gondolok, én nem így gondolom, szerintem ez káros, amit mondtál, vagy ez szerintem ez nem helyes, szerintem. Mert én úgy gondolom, hogy akkor konfrontálódom, tehát a másik térfélen vagyok veled, de attól még nem vagyok agresszív, de az analógia, ez a marzsi, az egy agresszió analógia, csak jól van kezelve. És nekem kell megválasztani, akár férfinek, akár nőnek, hogy a bennem lévő erőt, ami mondjuk valakiben több és hatalmasabb, erősebb, valakiben kevesebb, és nem attól hatalmasabb, nagyobb, mert mondjuk férfi, és nem attól kevesebben nő, hanem egyéne válogatja. Nyilván egy férfiben más, mint egy testi erő is van, de én döntöm el, hogy milyen reakciót, milyen mértékű reakciót adok egy-egy helyzetre. És azért ne feledjük el, ugye mindig azt gondoljuk, hogy a férfi nagyon agresszív, nem tudom, lehet női is az agresszió. Ott is lehet túláradó, vagy ott is lehet elfojtott. A férfinél is lehet túláradó, ugye ez sok helyen van, vagy lehet elfojtott. És amikor az agressziót magát világszerte és kollektíve nem kívánatosnak bélyegezzük valamiért, esetleg azért, mert a mi saját agressziónkat nem tudjuk a helyén kezelni. Mi nem tudjuk ezt kordában tartani, és a velünk szemben, a mi kívülső világunkban megjelenő agressziót nem tudom a helyén kezelni, mert az enyém sincs a helyén, ezért azt rossznak titulálom. Ezért ez elfojtódik, lenyomódik, rossznak van titulálva. Mi van elfojtva, rossznak titulálva? A marsikus erő, valahol a férfi erő. Így a férfinek egy tesztoszterondult férfi ereje, ami nem csak az, hogy dúvad állat, agresszív, nem csak ez a férfi. Hát kezdeményező, célorientált, erős, a saját erejét uraló, szenvedés, ez mind ugyanaz a minőség, ezt is valahol akkor lenyomjuk, ezt is valahol megszóljuk, ezt is valahol öljük, ezt is valahol világszerte már látjuk, hogy azért minden nyílt konfrontációt legyen az jó. Nem szeretjük. Nem szeretjük, ha valaki ellenmond, ha valaki nyíltan konfrontálódik. Rossznak tituláljuk, ha valaki konfrontálódik. Ha valaki jól, békésen harcol. Hogy lehet? Hát békés harcos útja van is egy ilyen könyv. Ha valaki békésen harcol. Ha valaki békésen, vagy akár szeretettel, de protestál, áll ki valamiért. Ha valaki konfrontálódik velünk. Ha valaki konfrontáltat minket. Ha valaki szembesít minket, és azt mondja, hogy nézd oda,
Értem, de picit nézd magadba. Valamit szeretnék mutatni. Nekem ez nem tetszik. Nézd meg, amit ott van. Nézd meg. Tehát konfrontálódom. Tehát ez is egy egyenes kiáradó, egy valahol harci vagy agresszív erő. Mégsem az, mégsem mondhatom el, hogy agresszív, amiket mi népnyelven értünk az agresszió alatt. De ugyanaz a minőség. Ezt is muszáj balanszban a helyén kezeljük. Se túl sok, se túl kevés. És úgy érzem, hogy ez a férfi erő, akár a nőben is, mert a nőben is ugyanúgy benne van, úgy a marsikus minőség, hogy erő, határozottság, önvédelem, immunrendszer, célok, vágyak, szenvedély, nem, ez mind a marsikus, ez az analógia, ez az agresszió analógia, erő analógia, és ez a nőkben is benne van. Tehát nem csak a férfiak sajátja, máshogy van egy férfiben, és máshogy van a nőben, de ha ezt elnyomjuk, a férfiban is akár elnyomatjuk, mert hogy ez nem jó, és világszerte azt mondjuk, hogy ez nem jó, és nem arra mondjuk, hogy nem jó, hogyha valaki kezeletlenül agresszív, az szerintem nem jó. Fontos, hogy ez a helyén legyen kezelve. Fontos, hogy tudjunk és merjünk konfrontálódni egymással helyesen, de tudjunk. Tudjunk konfrontálódni, és tudjunk ezt elviselni. Ezzel jól bánni. Ezzel jól lenni. Hogyha valaki nekem egyenesben megmondja, hogy figyelj, Iván, nekem az a vélemény, és akkor azt tudja mondani, mivel hogy bennem helyén van ez az agresszió, mondjuk, akkor azt mondom, jó, ez oké, okay, ez korrekt, ezt értem. Jó, rendben, más gondolok, de. De nem futok el előle, nem leszek túl mérges, nem ütlek meg, ha te konfrontálódsz velem. És megérzem, hogy mi az a pont, mi az az idő, amikor nekem is konfrontálódnom kell, vagy amikor nekem kezdeményeznem kell, vagy akár megvédenem magam bármilyen értelemben, és mi az a mérték, amilyen mértékben nekem kell megvédenem magam, vagy konfrontálódnom. Tehát ha valaki csak így picit így, most gyúdóztam, és azért rögtön önvédelem jut eszembe, picit így meg akar ütni, csak ennyire egy oldalról, akkor csak elég így leteszem a kezét. De ezt nem ugyanakkora erővel védekezem, nem akkora erőt adok bele, mintha a Tyson akarna egy bemosni egyet, nyilván akkor nem is tudom megvédeni magam, de más erőt fejtek ki, tehát kell tudjam, hogy mennyi erőt fejtek ki egy bizonyos dologra, mennyi, milyen mértékben és milyen mennyiségben lépek fel valamivel szemben. Tehát a valamivel szemben az már mars, az már agresszió témaköre. És az nem biztos, hogy baj. Hát jön egy kórokozó kívülről, azzal szemben fellép a mi immunrendszerünk, ami nem rossz. Hát az jó, az kell. Ha nem működik, akkor lehet, hogy az immunrendszerünk túlműködik, alulműködik. Az ugyanaz, hogy bennünk hogy működik ez az agresszió. Tehát igenis ki kell tudjuk mondani a dolgokat. Ki kell tudjuk mondani, konfrontálódnunk kell tudni, idejében és kellő mennyiséggel tudjunk kezdeményezni, erőt adni egy bizonyos dolognak, kezdeményező erőt, szenvedélyt adni egy dolognak, és tudjuk megvédeni magunkat, békésen, szeretettel, de konfrontálódni. Merni és tudni. Ma a világ ettől megvan ijedve, ezt lenyomja. Ezt rossznak titulálja. Tehát, hogyha most van egy boxoló, vagy K1-es bajnok, vagy nem tudom milyen bajnok, ő nem fél az agressziótól. Tehát ő nem fél, hogy vele kiabálnak, vagy katona. Tessék, egy ilyen special forces-os katona, egy különleges alakulatos katona. Ő nem fél az agressziótól, a marsikusságtól, hiszen maga a fegyver is marsikus, hiszen maga, ha valahol elmennek, az marsikus, az agresszió, az védekezés. Tehát ő benne ez a minőség helyén van. Tehát ő nem fog megijedni se pro, se kontra, ha valaki rákiabál, és ha valaki meg akarja támadni, meg akarja ütni, és ő jól fog tudni valószínűleg konfrontálódni, mert benne helyén van ez a marsikus minőség, akár női katona, adott esetben akár férfi. És így kell minden egyes minőséget nekünk is magunkban jól helyre tenni. Tehát maga az agresszió, az nem baj. Maga ez a férfi minőség, az nem baj, az nem üldözendő.
jobban szereti most emberek háta mögött beszélni, vagy nem konfrontálódni. De nem konfrontálódni kell, hanem meg kell tanulni helyesen, a helyén, idejében is, kellő mértékben, kellő módon konfrontálódni. Tapasztalatból beszélek. Nekem elég erős az ilyen, ez a minőségem, és ez a nyilván nem véletlenül sportolok annyit, meg judóztam nem tudom hány évet, nem tudom, 5 évvel ezelőttig. Ez is harc, küzdelem, nem tudom. Tehát bennem van egy ilyen nagyon nagy erő, és sokszor ezt nem kezeltem jól. Tehát nem kezeltem a helyén. Valamikor kisebb reakcióra nagyobb reakciót adtam, kisebb esetre nagyobb reakciót adtam, vagy sokáig valamit nem mondtam, lenyomtam, mert hogy ez nem jó, és egyszer csak robbant. Az sem jó. És akkor az meg fölrobban egy bomba. Az sem jó. Tehát tapasztalatból beszélek. De ezt nem jó elnyomni. Ezt nem jó elnyomni. Nem tartom helyesnek. Úgyhogy csak ennyit akartam mondani. Fontos a... Mert ezt tulajdonképpen, hogyha azt nézem, akkor ez az erő is. A belső tűzünk, az erőnk. Minden tűz, ami épít, ami visz, ami szenvedély, ami... Szóval a tűz az jó. A tűz az nem rossz, mert megéget és föléget minden. Persze, ha el van szabadulva. De a tűz az egy jó dolog. Kell. Nem véletlenül van a marsikus, mint olyan minőség. Kell tudjak, hogy mi ellen lázadok, és ésszel lázadok-e, vajon lázadok-e? Vagy csak elmondom a véleményem. Tehát a kezeletlen agresszió, a kezeletlen düh, a túláradó, vagy alulműködő konfrontáció, vagy konfrontálni tudás, önvédelem, vagy kezdeményező képesség, az nem jó. Ha kezeletlen, és túl vagy alul működő. Na, ennyit akartam mondani. Sokféleképpen le lehet ezt vezetni. Harcművészet erre nagyon jó. Ilyen anger management, tehát hogy a saját dühöddel, hogy kell ezt, az is nagyon jó. Akár azért, hogy azt lejjebb vidd, ha nagyon lángol, akár az, hogy magadból ezt ki tud hozni tudatosan az idejében, igenis tud nemet mondani, igenis tudj odaállni, igenis tudj magadért kiállni, igenis tud felszólalni, ez mind ez. Nagyon jó erre a sport, nagyon jó erre a futás, nagyon jó erre a harci művészetek. A szexualitás is ez, a vágyak. Ez egy fontos részünk, mind nőknek, mind férfiaknak. Nem szabad félni, nem kell félni tőle. Meg kell tanulni kezelni magunkban is, ugye magunk valamikor saját agressziónktól félünk, a saját dühünktől félünk, a saját feszültségünktől félünk, vagy kiárad, és nem tudom kezelni, mert olyan hatalmas, hogy félek ettől. Nem merek dühös lenni, nem merek oda szólni, nem merek azt mondani, hogy most már elég, légy szíves. Hát ha ma van egy kisgyereket üt valaki, akkor kell egy olyan erő, hogy azt mondom, na most már állj! Ide figyelj, állj! Jó, ne kiabálj már. Valamikor kell. Valamikor, vagy a rendőrség. Állj! Tehát valamikor, ide figyelj! Tehát valamikor kell egy marsikus erő. Most akár egy nő, akár egy férfi. Az is marsikus erő, hogyha most egy nem... tipizálni akarom, de még egy férfi bántani akar egy nőt, és egy nő azt mondja, hogy állj, elég! Hagyjál békén! Ne üss meg! Nem tudom. Tehát, hogy az is egy marsikus ellenerő, és kell tudjam, hogy mennyi ellenerőt adok, akár verbálisan, akár tedben. Tehát, mikor mondom, hogy állj, mikor van elég. De aztán például sokan tudunk passzív-agresszívek is lenni. Az ennek egy nagyon a mersikus agresszívnek egy nagyon hátsó passzív-agresszív része. Nagyon sok magát áldozatnak mondó ember tud olyan lenni. Áldozat, passzív-agresszíven tulajdonképpen ő bánt, támad, marsikus, bántás, támadás, marsikus, harc, de passzív-agresszíven hátulról. Különféle pszichológiai, nem túl érett, kicsit kezeletlen módszerekkel. És közben magát áldozatnak mondjuk, és belé, bosszút állod. De az is egy áldozati bőrbe bújtatott, de tulajdonképpen a saját agresszióját nem jól, és nem idejében, és nem nyíltan
kimutató, hogy légy szíves, lesz ne, meg azt viszont azt szeretném. Tehát a saját vágyaim és céljaim képviselését és elérését. Ez is mars, ez is ez az agresszió témakör. És ez nem olyan rossz dolog. Ha ez megint csak el van nyomva, és rosszul jön ki, de az is rossz. Ha ez nyíltan, egyenesen, tisztán, szeretettel, békésen, és le van fektetve, hogy én mit szeretnék, és azért tiszteletben tartom a tiédet is, de én attól még ellent tudok, és ellent merek mondani, és elmondom, hogy mik az igényeim, én mit szeretnék, én mit nem szeretnék. Ez mindez. Ez fontos. Mindez békésen, és azzal a mennyiséggel, ami arra az esetre ehhez van igazítva. Tehát ha el akarok indulni egy autóval, akkor nem rögtön padlógázt nyomok, mert szétszakad, hanem finoman. Tehát, hogy annyit adok, amennyi kell. Na, csak ennyit akartam, mert az egész ilyen agresszió, férfiasság, nőkben lévő maszkulintás, elnyomjuk a férfiakat, nem nyomjuk el a férfiakat, a férfiség az nem jó, ha maszkulin, vagy nem jó, ha túl erős, vagy nem jó, ha túl hangos, vagy nem jó, ha túl szenvedélyes, vagy jaj, agresszív, vagy ne legyél, ja, akkor visszaveszem, akkor fölborul az egész egyensúly, vagy ide borul, oda borul. Tehát nem, senkinek nem jó, ha egy egyensúly megborul. Senkinek nem jó, hogy egy egyensúly megborul, és magunkban kell elsősorban ez egyensúlyban legyen, akár nőknél, akár férfiaknál. Én így gondolom, nem biztos, hogy így van. Én így látom, én így tapasztalom, és én most ezt látom. Úgyhogy figyeljünk erre. Hogy idejében igenis tudjuk képviselni, mondani, kiállni, képviselni magunkat, kiállni magunkért és konfrontálódni, ne többet és ne kevesebbet, mint amennyit kell, és kellő módon, kellő időben, és kellő mennyiségben, tehát ne túl, valóban. És ne is elnyomódva, mert hogy ezért rossz dolognak van titulálva. Aki rossz dolognak titulálja ezt, ennek a megjelenését, és mondjuk ez jól van megjelenve vagy helyén, és mégis ezt fél tőle vagy elidéli, abban magában nincs ez a helyén. Az ahelyett, hogy ezt rossznak titulálja, magában kell ezt a helyre tegye. Tehát ha én félek egy harapós kutyától, vagy egy támadástól, vagy a fegyveres izéktől, vagy és ezért ugatok rájuk, vagy haragszom, nem tudom, akkor az agresszió, marsikusság, erő, szenvedély, tűz, elnyomott erő, védelem, önvédelem, támadás, kiállás, konfrontáció, konfliktus, békés konfliktus, már eláradó konfliktus, összességében, témakörében nem vagyok valahol kiegyenlítetten belül. Nincs ez a helyén bennem. Na, ennyit akartam. Ölelés nektek. Gyönyörű nap van még így is, hogy nem süt a nap annyira. Megyek is majd húzózkodni, edzeni. Ölelés nektek. Csókolok titeket. Minden jót. Fenyő Ilán voltam. Csáv.